Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Mizós, október 29-én. A hold a mai napon a Reváti Holdházban található. Ez az utolsó holdház, és azt jelenti, hogy el kellene érni a céljainkat. Szükségünk van arra érzelmileg is, hogy látható legyen, hogy mi az, ami elérhető, és hogy ebbe az irányba mozogjanak a dolgok, és ha lehet, akkor jó lenne, ha hamarosan mi ezt el is érnénk. Ez a holdház. Az Eridanus folyó csillagképpel áll összefüggésben. Az egyiptomiaknál ez a folyó azt jelentette, hogy ha valaki meghal, akkor át kell, hogy keljen ezen a folyón. Hasonló az indiai mitológiában is, mert e felett a holdház felett Pusán uralkodik, és ő uralkodik az utazások felett, egy út felett, és az indiaiak úgy mondják, hogy ez a Pusán, ez, ami elkíséri a lelkünket az életből a más világra. Tehát itt is van ennek a folyónak egy ilyen hasonló szerepe, mint az egyiptomiaknál. Ami számunkra fontos, hogy bízzunk abban, hogy valaki segít, elérjük a céljainkat, és itt folyamodnak az események. A mai napon a hold találkozik Mars bolygóval, és együtt hatnak. Ez kihat a férfiakra, és a férfiak most nagyon érzékenyek, vagy nyitottak arra, hogy beszéljenek az érzelmekről, ki fogják ezt mutatni. Hamarosan lesz egy kvadrát kapcsolat Szaturnusz bolygó és egy visszatekintő Merkur bolygó között, valami visszatér a múltból, ezek kihívások, kellemetlen beszélgetések, vagy egy rossz hír sajnos. Ez várható a következő 2-3 napban. És mivel Merkur bolygó visszatekintő, ez a múlttal áll összefüggésben, vagy témák a múltból, vagy egy bizonyos személy a múltból jelentkezik újra, de ez kellemetlen lesz. És ez volt a mai felvételem, Mizós, október 29-én. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!